tanévnyitó családi délelőttöt terveztünk a családoknak, szülőknek, gyerekeknek közösen. Ez már második alkalommal rendeztük meg idén, hiszen tavaly volt az első ilyen, amit szeptemberben kezdtünk el. Nagy volt a várakozás, és nagyon sokan jöttek el, úgyhogy mi is nagyon örültünk ennek. Számos programot szerveztünk a gyerekeknek, a kisebbeknek is, és a nagyobbaknak is, tehát minden korosztályra gondoltunk. Volt például egy nagyon különleges robotika foglalkozásunk, ami talán már inkább a felső tagozatosoknak, vagy inkább a harmadik, negyedikesektől fölfelé lévő korosztálynak jelentett izgalmas elfoglaltságot. Ezt a programot már előző napra is kiterjesztettük, mert már pénteken is itt volt ez a foglalkozás, és az általános iskolások csoportosan, szervezetten eljöttek, és minden órában megtekinthették, kipróbálhatták ezeket a kütyüket. Ez konkrétan úgy is, az is volt a fantázia neve, hogy kütyűvilág, minden, ami robotika. Úgyhogy ez tulajdonképpen kétnapos volt, ez az egy foglalkozás. Szombaton emellett a robotika foglalkozás mellett készültünk a családoknak egy úgynevezett mesetérkép foglalkozással. Ott egy űrbéli utazásra indulhattak el a családok, és elkészíthették a saját galaxisukat. Ez is egy nagyon különleges és izgalmas program volt. A kicsikre is gondolva felállítottunk egy legós sarkot, illetve a kicsit nagyobbakra gondolva egy Rubik kocka sarkot, ahol nagyon izgalmas és különböző fajtájú Rubik kockákat tapasztalhattak, meg próbálhattak ki fogásokat, technikákat, illetve a nagyon profiktól leshették el ezeket a trükköket. Nagyon nagy volt az érdeklődés, úgyhogy ennek kifejezetten örültünk. Ezen kívül a kollégáim Magyari Tünde és Szúnyog Gyöngyvér vezetésével kézműves foglalkozáson is részt vehettek az idelátogatók. Ez a kézműves játszóház, ez minden hónapban van itt nálunk a közösségi házban. Itt nagy hangsúlyt fektetünk az újrahasznosítás, illetve a fenntarthatóság témakörre is. Most például így a suli kezdéssel kapcsolatban asztali toltartót tudtak készíteni a résztvevők, például újságpapírból, WC-papírból, papírtörlő gurigából, tehát ezeket gyűjtöttük össze, és ebből szebbnél szebb, kreatív asztali toltartót készíthettek a gyerekek. Ezen kívül mozgásos programmal is készültünk, itt a hátsó udvaron volt felállítva egy ugrálóvár, ahol levezethették az energiájukat a gyerekek, illetve volt egy animációs foglalkozás is emellett, ahol a rajzfilm technikákat tanulhatták meg, ott is két korosztályra bontottuk a jelentkezőket, tehát az regisztrációhoz volt kötve, volt egy kisebb korosztály számára és egy nagyobb korosztály számára készült foglalkozás. Emellett itt kint a színpadon 10 órától volt egy nagyon jó kis meseelőadás, a Kabóca Bábszínház jött el hozzánk, és a Padlizsán Krém című meseelőadásukat, székely meseelőadásukat adták elő, hát rendkívül nagy volt ott is az érdeklődés. Párhuzamosan pedig a könyvtárban mesevarázs foglalkozást tartottak a kollégák Karácsonyi Baja néni közreműködésével, úgyhogy egy elég színes és mozgalmas délelőtti napunkon vagyunk túl. Nagyon boldogok voltunk, hogy ekkora volt az érdeklődés, és még az időjárás is kedvezett ennek a napnak, úgyhogy szuper volt a délelőtt. Délután a mozit ünnepelték, mozünnepével. Itt mi volt a fő szempont, mi az, amire figyeltek? Ez már a negyedik Gyalivudi mozi ünnepünk volt az idén megtartva. Mindig olyan filmet igyekszünk választani, amihez kiegészítő programként meg tudjuk hívni valamilyen szereplőjét, vagy bármilyen közreműködőjét, aki a filmmel kapcsolatban részt tud venni egy kerekasztal beszélgetésen. Tehát igyekszünk mindig olyan filmalkotásokat, ami nem is annyira túl komoly, nem is annyira túl könnyed, hanem így a kettő között valami szórakoztató is, de üzenete is van. Idén a választásunk a Szemmelweis című filmre esett. Sikerült meghívnunk a főszereplő hölgyet, Nagy Katicát, és a forgatókönyvírót, Maruszki Balást is. A film vetítése előtt volt a színpadon az igazgató úr vezetésével egy beszélgetés, egy félórás beszélgetés, ahol a közönség a filmkészítésnek a kulisszatitkaiba tekinthettek be, illetve a film alakításának, illetve az egyéb momentumainak a részleteibe vehettek részt, tehát így meghallgathatták az előadókat, hogy az ő szempontjaikat is, és lehetett kérdezni is a közönség részéről, úgyhogy egy ilyen félórás kis beszélgetéssel indítottuk konkrétan a filmet, azonban ezt megelőzően is már volt lehetőség itt a házban programon részt venni, ugyanis megnyitottunk két kiállítást, a Szemmelweis Orvostudományi Múzeumtól kaptunk kölcsön a Szemmelweis Ignác
táncról szóló tablókiállítást, ami egy nagyon érdekes és izgalmas tablókiállítás. Bejárta az egész világot is, és most itt van nálunk ez a kiállítás, illetve mi itt Gyálhoz kapcsolódóan a helytörténeti vonalon is egy kicsit erősítettük ezt a témát abból a szempontból, hogy egy Gyálon minden évben a Semmelweis naphoz kapcsolódóan Pusztai Lajos emlékdíjban részesülnek az egészségügyben és a szociális területen dolgozó kollégák, és ezeknek a eseményeknek válogattuk össze minden évről évre a díjazottjait, szintén egy rollap kiállítás keretében tekinthetik meg itt az aulában, még most is az érdeklődők. Gyálon mindig is fontos volt a mozi, hiszen azért egy nagy mozigép is üzemelt, mégis mekkora látogatottság, mennyire várják a lakosok az ilyen jellegű programokat? Változó, ugye az időjárástól is függ, mi próbáljuk ezt a kertmozi ünnepet ide a kertbe rendezni, de nyilván az időjárás, hogyha beleszól, akkor ezt bent a nagy színházterembe tudjuk levetíteni. Szerencsére jó volt az idő, és elég sokan eljöttek, tehát egy 60-70 fős néző létszámmal számoltunk, és itt is voltak a nézők, nagyon élvezték, nagyon tetszett nekik, úgyhogy teljesen kerek volt ez az esemény. Mind a négy alkalommal eddig sikerült megrendeznünk ezt a Gyáli Budi mozi ünnepet a szabad téren. Emellett természetesen havonta kisebb moziklubok keretén belül családi filmeket, művészfilmeket vetítünk, úgyhogy havi szinten lehet jönni hozzánk mozizni. Ez a kis teremben szokott általában, a kis kamarateremben szokott megtörténni, de például a Gyáli Budi mozinnep napján is vetítettünk egy családi filmet, úgyhogy arra is jöttek a gyerekek, felnőttek együttesen. Azt viszont a moziteremben vetítettük, illetve a színházteremben, mert még fényes nappal volt, tehát nem tudtuk azt a kerthelyiségben levetíteni. Szoktak esetleg néha tippet adni a lakosok, hogy mi az a film, ami őket érdekelni, vagy milyen vonalon érdemes még esetleg keresgélni? Igen, meg is szoktuk kérdezni a nézőket, hogy mi az, ami érdekli őket, és igyekszünk ezt szerint is válogatni a havi moziklubokban mindenképpen. A kertmozi esetében is volt már rá példa, hogy kaptunk javaslatot, és nagyon is örülünk neki, hogyha ezeket az igényeket össze tudjuk gyűjteni. Katica, a te szereped, nem fogjuk elmondani a történetet, nem egy, tehát teljesen érthető módon, de egy árulással indul. Tehát, hogy értjük, hogy mi az árulásnak az oka, és hogy ebből az árulásból azért mégiscsak egy szerelmi történet lesz, vagy valamiféle vonzódás lesz. Ezt egy ilyen nagyon csinos és fiatal hölgy hogy oldja meg színésznőként? Tehát, hogy van élettapasztalat erről? Az árulással kapcsolatban, vagy jó? Hát igen, mind a kettővel. Igen. Hát nyilván soha életemben nem voltam, és nem is leszek, vagy hát ki tudja, mi fog történni, de pont ebben a korban, ilyen körülmények között biztos, hogy nem fogok szocializálódni, mint az általam megformált karakter, akinek ugye nagyon kevés mozgástere van egyrészt az anyagi viszontagságok miatt, illetve amit majd látnak, hogy a filmből kibontakozik, hogy azért nincs könnyű családi helyzete, nincs könnyű sorsa, ugye a húgával kapcsolatban is, és emiatt kényszerül meghozni azt a döntést, amit az előbb említettél, és az a csodaszép a történetben, hogy emellett próbálok úgy beszélni, hogy ne lőjem le a poént, hogy a morális tisztaságát mégis meg tudja őrizni, és az emberi méltóságát és tartását. És ez ugye nagyon-nagyon fontos ezekben az időkben, amikor a film játszódik, ebben az egész helyzetben, amíg ugye rá nem jönnek a megoldásra, mert azért szerintem ez a film ez nagyon kemény abból a szempontból, hogy tényleg itt van előttünk, látjuk test közelből, érezzük azt, hogy mennyire más ez a kor, mennyire mások voltak a túlélési lehetőségek, főleg a nők számára. Tehát, hogy nagyon-nagyon viszontagságos volt az egész